A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod. Ember István professzorral beszélgetünk, Pécsi Orvostudományi Egyetem közegészségtani intézet igazgatója. Továbbra is az ősejt körül forognak az én kérdéseim, illetve most már visszatérnék az ősejtfokozó kapszulára, tehát az állatkísérletek abban az értelemben pozitív eredménnyel zárultak, hogy bizonyos megbetegedések esetén az állatok szervezetében kedvező változások történtek. Igen, na most itt álljunk egy pillanatra, mert ezért is megtámadtak már bennünket, hogy ezt kimertük jelenteni. Azelőtt mielőtt megjelentek a tudományos publikációk, most már, hogy megjelentek és elfogadták a tudományos publikációkat, ezt ki lehet jelenteni. De előtte megtámadtak, hogy egy bizonyos viszonyban a deklarátumot én megsértek ezzel, hogy hamarabb nyilatkoztam a médiumoknak, holott csak ennyit mondtam, hogy biztató eredmények vannak állatkísérletben. Bizonyos esetekben valóban vannak tudományosan értelmezhető pozitív hatásai. Na most ugye egy táplálék kiegészítőről beszélünk. Táplálék kiegészítőként van regisztráltatva az ősejtfokozó kapszula. Mi a további útja ennek az ügynek? Hát most, igen, na most az egyik az, hogy a 2011-ben az Unió, ugye korábban voltak gyógyhatású készítmények, aminek a kategóriája megszűnt. Igen. 2011-ben az Unió egy egységes szabályozásra készült, és a táplálék kiegészítő helyet is majd valamit ki szeretnének találni, de akkor a belegondoló szerkesztő úr az összes ilyen gyógyboltot be lehet zárni. Tehát nézzük egy kamillateját, amit szintén táplálék kiegészítőként regisztrálnak. A kamillateját ősír, és az összes többi gyógyteját, ami bizonyított hatású. Ugye ősírjuk, de használjuk sebtisztításra, fertőtlenítésre, hiszen maga az egész gyógyászat az a természetből indult el, hogy ez tagadhatatlan. Tehát most megint ezt a hülye szót kell, hogy paradigma váltás előtt állunk, mert vagy gyógyszerré fogják minősíteni ezeket a dolgokat, amihez milliárdok kellenek, vagy pedig ezt a kategóriát nem tudom, hogy uniós direktívaként, vagy pedig ajánlásként. Mi minden direktívának veszünk az Unióból, ami egyébként ajánlás még azt is, főleg az egészségügyben. Meg fogják változtatni, mert ebbe a kategóriába rengeteg minden tartozik bele. Csak nem tudom, hogy akkor azokkal elsősorban a német és az északi országokban, meg Közép-Európában levő, maradjunk annál a szónál, szóhasználatnál nem hivatalosan gyógyhatású készítmények, mondjuk mint a kamillateja és társai, hogy azzal mi lesz, és akkor mi lesz az összes többi ilyen természetes alapanyagú fejlesztéssel. Ezt én most kérdezem magamtól is, meg kérdezem magunktól is, hogy akkor hogyan tovább, hogy fog lépni a gyógyszeripar, vagy a különféle teák, különböző kenőcsök, maradjunk a például a körömvirágnál, biztos ismerjük. Igen. Körömvirág, krém, kenőcs, paszta, az egy nagyon jó gyógyhatású gyulladás csökkentő valami. Vagy mondok még egy vadabat, a vérre hulló fecskefű, amit a népi gyógyászat alkalmaz a különböző fenőcsöknek a kiirtására. Abszolút hatékony gyalog. Most akkor ez vajon kuruflásnak fog minősülni, vagy minek, mert ezt még a rendszerváltás előtt is alkalmazták. Vagy a kukorica bajuszból készült teja, ami a cukorbetegnek a cukorszintjét tudja csökkenteni. És hát az ősejtfokozó kapszula is ugyanebben a kategóriában. Ez a kapszula is ebből van. Például állatkísérletben kiderült, hogy patkányokban igen radikálisan csökkenti a vércukorszintet, tehát ebből fejlesztették ki Szabó úr, hogy ezt a nem tudom melyik milyen nevű, amivel rá is olyan csökkenti a cukrot. Na most akkor vajon a szóval kerül? Milyen kategóriába kerül? Hogyan lehet ezt alkalmazni? Ön milyen jövőt jósol az ősejtfokozó kapszulának? Most térjünk el egy pillanatra attól, hogy mi lesz 2011-ben. Nem tudok egy dologtól elvonatkoztatni. Én egy közegészségtani intézetet vezetek. A közegészségügynek az a feladata egyéb iránt, hogy óvakodjék és óvja az embereknek az egészségét. Mi minden ilyen vizsgálatban azért vágunk bele, mert nagyon sok más vizsgálat van. Ugyanis a hivatalos szervek pénzhiányában, akarathiányában, kompetencia hiányában és nem tudom milyen hiányban, vagy mert nem kell elvégezni, nem végzik el ezeket a vizsgálatokat, mert mondjuk nem kötelező. Mi viszont, én úgy gondolom, hogy nekem nagyon fontos, és néhány feltalálónak talán fontos az, hogy az emberek egészségére ez milyen hatással van. Ezért is, hadd mondjak egy történetet, néhány évvel ezelőtt egy eljárással jelentkezett nálunk egy akadémikus kollega ajánlásával jelentkezett nálunk egy feltaláló páros egy elektromos készülékkel, hogy daganatot tud vele gyógyítani, és vizsgáljuk meg állatkísérletbe. Megvizsgáltuk állatkísérletben, és nem jöttek ki azok az eredmények, amiket ők vártak tulajdonképpen, és hát húza van, nem jött ki az eredmény, nem rendelnek további vizsgálatokat. Addig ment a történet, hogy feljelentettük őket az ANTS-nél, a rendőrségem. És amikor az ANTS kiszállt, kiderült, hogy ez a párocska Budapest egyik legfrekventáltabb 5. kerületi belvárosi szalon részében rákbetegeket gyógyított egy olyan készülékkel, amit náluk is kipróbáltattak, és nem volt hatásos,
aminek egy darab 9 voltos lapos zsebelen volt a belsejében. Körülbelül 300 millió forintot kárt okoztatja, hogy szedtek ki a szerencsétlen betegeknek a zsebéből. Ha nincs ez a kísérlet, amit mi bevállalunk állatkísérletbe, talán a mai napig folyik. Na és most... amikor kijön egy jó dolog belőle, akkor meg nekünk próbálnak átvenni. De nem akarom megkérdezni a kérdését, hogy mi lesz ezzel a készítménnyel. Én úgy gondolom, hogy ha a Szabó úr túléli szintén az ellene indított vegzatúrát, akkor, és lesz ereje fejleszteni, akkor ebből nagyon sok érdekes dolgot ki lehet hozni. Nyilvánvalóan az innováció mellett még egy csomó olyan vizsgát kell hozzá, ami elvezet egy valamilyen irányba, tehát specializálni kell a vizsgálatokat. Jelenleg azt látom, hogy két irányba, patkányban nagyon hatékony, az egyik a diabétesz, a másik pedig a szívesét. A cukorbetegség, a másik pedig bizonyos szív- és érrendszeri betegség, tehát egész konkrétan az infarktus. Ebben a kettőben nagyon szépek azok az eredmények, azok, amiket prezentálunk ebben a közleményben. Most nyilván Szabó Lászlóval is beszélgetünk majd erről a témáról, de hogyha már tudományos emberrel beszélgetünk, nem szeretném úgy befejezni ezt az interjút, hogy ne kérdezzem meg, hogy a feltaláló a saját tőkéjéből fejleszt. Na most eljutunk ugye egy készítménnyel, én most nem a Szabó Lászlót akarom menedzserni, csak próbálom értelmezni a helyzetet, hogy eljut oda, hogy az állatkísérletek azok bíztatóak. Na most emberi számítás szerint a józanész azt diktálná, hogy ilyenkor azt mondja valaki, egy mecénás, az állam, a gyógyszergyár, nem tudom, hogy ki, hogy akkor fölkarolom. És akkor vigyük vagy, tovább. Igen. Vagy felvásárolja, számos példát tudnék mondani ilyen termékekből. Volt egy fejlesztés Magyarországon, amit megvásároltak súlyos millió dollárokért, csak azért, hogy ne lehessen belőle gyógyszert. Tehát felvásárolta a konkurencia. Mm. Tehát ilyen, sajnos ilyen is van. Amikor nem a betegek érdekeit nézik, nem magyarok vásárolták fel, egy nagyon biztató magyar fejlesztés otthon cukorbetegségben, és tudnék mondani másokat. Igen, hát a Szabóval közösen beadott pályázatokat mindegyiket hendelen utasították a különféle pályázati fórumokon. Talán azért, mert már megvolt a média háttér, talán azért, mert konkurencia van, sőt ebben biztos vagyok benne, talán azért, mert vannak prejudikációk, előre megítélések ezzel kapcsolatban. Az egyik bizottság a számtalan közül, aki meghallgatott, akkor elvittem a CD-t, akkor küldtük el a publikációkat. A CD-n rajta voltak a tudományos eredmények, a grafikonok. És mondom, hogy nézzétek meg, itt vannak az eredmények. És akkor azt mondta a bizottságnak a vezetője, az minket nem érdekel. Ugyanakkor optimista vagyok, mert úgy gondolom, hogy ebből sok küzdelmárán jó ki lehet jönni. Csak mondom, sok-sok vizsgálat kell hozzá. De hogy az állam vajon miért nem támogatja azokat az embereket, akik a saját pénzükből még áldoznak is rá valamennyit, de nyilván nem elég a pénz, hiszen ez sokkal több pénz kell hozzá, hogy ez végigvigyenek egy ilyen fejlesztést. Hát, ezt, ugye erre csak találgatásaim vannak. A tapasztalatok óráját hallották itt a Rádió Vén nélkül című műsorban, amelynek támogatója Flavin 7. Megszólaltak olyan emberek, akiknek az életét jelentősen könnyítette az ősejtfokozó kapszula, és megszólalt benne az a professzor, aki nem csak szakmailag lett megkurcolva 2 évvel ezelőtt, hanem emberileg is. Ember István professzort hallották, a Pécsi Orvos Tudományi Egyetem közegészségtani intézetének igazgatóját. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, elköszön a műsorvezető Marosi Antal. T-Rádió. A T-Rádiótól.